Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, egy új adás indul most útjára. Viva Natura, Vivat Natura, avagy Egészségbefektető Klub. Jó magamat, én egészségbefektetőnek titulálom, kedves vendégem, akivel mindig fogtok találkozni, Viki. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Viki természetgyógyász és fitoterapeuta, és valahogy másképp szeretném bemutatni ezt a világot, amiben élünk, és első számú közellenségünkről fogunk beszélgetni, ami igazából nem a mi közellenségünk, de lehetne az is, az egészség első számú közellensége a táplálkozás. Ez egy nagyon durva kijelentés itt a műsor első percének, 30 másodpercében. Hogy kell érteni ezt a kijelentést? Hogy tudjuk ezt megfogni egyáltalán nap, mint nap táplálékot veszünk a szánkba? Az élőlények alapvető létezési feltétele, hogy azért étkezzenek, és miért merjük ezt kijelenteni, hogy első számú közellensége az ellenségünknek a táplálkozás? Így van, hát étkeznünk azt kell, de az elmúlt 20-30 évben oda jutottunk, hogy egyre kevesebb természetes gyökere van a táplálékainknak, szinte már köze nincs ahhoz, amit a természet megalkotott, csupa műszintetikus dolgokból, adalékanyagokból álló ételeket eszünk, amik optikailag szépek, jó ránézni, de nem táplál minket, csak üres kalóriákat ad, amitől viszont lehet hízni. Hogyha ezeket hosszú távon fogyasztjuk, akkor azt ki lehet elemezni, hogy évek, évtizedek múlva ezeknek milyen következményei lesznek, de mindenképpen lesznek, ha nem figyelünk oda. Ez egy érdekes dolog, amit mondasz, mert kicsivel idősebb korosztályhoz tartozom, mint te, és amikor először kimehettünk nyugatra, és akkor azt láttam, ahol már ugye ez a fajta táplálkozás elég régóta dívik, hogy ilyen alaktalan, puha, habhájas, úgy hívjuk ezt a kidülemkedő, hájas, elcsúfult korosztályokat találtam, és ez nekem szembe ötlött, és akkor jöttem, hogy hú, de jó, mert mi genetikailag biztos magyarok nagyon jók vagyunk. Az elmúlt 24 év viszont bebizonyította, hogy az a táplálkozás, ami onnan érkezett és tért nyert Magyarországon, ez minden fiatal testén ugyanezeket a deformációkat és eltorzulásokat okozta. Igen, ez így van, már a fiatalkorban is látható a narancsbőr, régen ez idősebb korban jelent meg, ugye azt tudjuk, hogy amikor narancsbőr van, akkor a méreganyagok felhalmozottak, de sajnos én már láttam 8-10 éves gyereket is, aki chipset eszik minden nap, és bizony ott a narancsbőr. Elmentem múltkor egy úszodába, rendszeres járok úszodába, és gyerekek beszélgettek. És az volt a kérdés az iskolába, hogy hol terem a chips. És 10 gyerekből 8 azt mondta, hogy a chipsfán. Tudod, innentől már csak a lila tehén a következő stáció, de alapvetően semmi közük már nincs a természethez. És az jutott eszembe, hogy drága jó nagyanyám beszabadulna most a közérbe, aki mondjuk 40-50 évvel ezelőtt főzte a tyúkhúsleves zöldségekből, stb. És megkóstolna ezt a sok dolgot, szerinted milyen módon értékelni ezt a táplálatot? Biztosan nem ismerné fel már azt az ízt, amit most érez egy-egy étel alatt, amit megszokott, teljesen átváltozott az ízérzékelésünk is. Ennek több oka is van, egyrészt úgy, hogy megváltozott a minőség is, tehát a tojás sem olyan már, mint akkor volt. Hogyha szalonnát nézünk, az sem olyan már, mint akkor volt. De amit mi fogyasztunk, az tele van ízfokozóval, ami tulajdonképp nem finomabb lesz az étel, hanem az agyban okoz olyan változást, hogy mi finomnak értékeljük, pedig ki tudja, hogy milyen ízű, tehát egyfajta tudatmódosító hatása van. De ha megszokjuk ezt a túlfűszerezett, túlpikáns, ízfokozós ételeket, akkor utána azt fogjuk kívánni, és a természet ízeit szinte elfelejtjük. A tojásra az jutott eszembe, hogy 3 éve jegyeztek be egy világszabadalmat Kínába, miszerint megcsinálták a mesterséges tojást. Tehát kívülről ilyen szintetikus, kemény híja van, ha fölnyitod, ugyanúgy néz ki, mint egy igazi tojás, csak éppen szintetikus az egész. Hogyha visszatérünk ehhez a nagymama szindrómához, 80-90 évet visszaszaladnánk itt az idő kerekén, mondjuk a 1920-as években, hány olyan táplálékot nem találnánk meg azokon a polcokon, amivel viszont ma nap mint nap találkozunk? Talán amit akkor ettek az emberek, azt nevezzük ma biónak, mert akkor nem volt ennyire elterjedt a szennyeződés, a permetezés, a légköri viszonyok, a talajnak a minősége, a műtrágyák, stb. Tehát ami akkor volt tiszta vidéki étel, mondjuk, amit fogyasztottak az emberek, az ma a biominőség. És akkor még egy nagyon durva példa, hogy Angliában elkezdtek gyerekeket egészséges táplálékkal etetni, és egyszerűen teszteket végeztek, hogy a gazdaságosban vásárolt csirke húsát, meg a biofarmon
tartott csirke húsát megsütötték, oda tették a gyerekek elé. Szerinted melyik ízlet jobban a gyerekeknek? Gondolom a gazdaságos, én is láttam már ilyen példákat, ha megszokják azt az ízt, akkor utána nekik az a természetes. Na most szerinted, most akkor már jöjjön a komoly része. Ha a testünk ennyi kémiai, bocsánat, szemetet kezd el fogyasztani, képes hozzá úgy alkalmazkodni, egy idő múlva nem is kell neki a természetes, hanem asszimilálódik, és már csak a szintetikus anyagokon el lehet egy egészséget fel lehet tartani? Persze, hát egyrészt elkezdi halmozni a méreganyagokat a testünk, mivel folyamatos a mérgezés, így nem tud kiürülni, ezért kellene néha egy méregtelenítő. Itt egy fogalmat tisztázunk. Uh-huh. Tehát a test minden olyan idegen anyagot, ami a számára idegen, ő azt méreganyagnak titulál. Most igen. Hiába E214026 ez, ami egészségileg pecsételt, stb., de mivel ő nem ismeri, mert nem úgy rakták össze annak idején, ő ezt méreganyagnak látja. Igen, miután folyamatosan esszük ezeket az anyagokat, ezek nem tudnak kiürülni, és a szervezet megszokja, hogy emellett is működni kell, fenn kell tartani az életfunkciókat, az életműködéseket, tehát van egyfajta működés így is, hogyha így táplálkozunk, de előbb-utóbb következmények jelentkeznek, pár év múlva biztosan, hogyha főleg, ha hozzáveszük azt, hogy a stressz is jelentős a mai világunkban, akkor az még rátesz a bélrendszer egészségére, és akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen táplálékot viszünk a már stresszelt bélrendszerbe, mikor azt tudjuk, hogy önmagában, hogy az adalékanyagos szintetikus ételeket fogyasztjuk, az önmagában is egy stressz jelent a bélrendszernek. Márpedig, hogyha hosszantartóan fogyasztjuk ezeket az ételeket, akkor megint hosszú távú következményekkel számolhatunk. Itt ugye nem az a baj, hogy egy nap megeszünk ezt vagy azt vagy amazt, mert ilyen előfordulhat, hogy épp nincsen más a közelbe és éhesek vagyunk. Az a nem mindegy, hogy hosszú távon hogyan étkezünk, és hogy szánunk-e időt és alkalmat arra, hogy tisztítsuk magunkat néha. Az első nagy kérdésem a addíció, vagy a hozzászokás, ugye, mert minden olyan fantasztikus anyagot bele tudnak tenni az ételekbe, hogy utána folyamatosan te ezt a ízfokozott, illatfokozott, színfokozott szemetet tegyed. Ezekről egy kicsikét konkrétan beszélgessünk már. Ez így van, hát a tudatmódosító hatás az megteszi azt is, hogy tulajdonképp hozzászokunk, és ugyanazt a jó érzést várjuk egy ételtől, csak az nem az étel adta, hanem a benne lévő adalékanyag, úgyhogy ez egy nagy csapda. Újból és újból kívánjuk azt az ételt, miközben teljesen elszokunk a természetes ízektől, hogy ez egy folyamat, hogy hogy lehet ez visszaszokni, hogy milyen a valódi íz. Tőle tudom, hogy a nátrium glutamát, ez pontosan egy ilyen tudatmódosító szer, ami korábban minden ázsiai ételben benne volt, ma több országban már kitiltották, mert folyamatosan az étkezés kánuánya feelingjét adta az embereknek, ugyanakkor tudtuk, hogy minden szemétbe, ha beleteszik, akkor te folyamatosan azt kívánod, és újból azt kívánod. Igen, rettentő sok hatása van a testre nézve is, de ha az energiarendszerünket nézzük, akkor ott is okoz hatásokat, most konkrétan a nátriumglutamát, tehát a testünkön átáramló energia az nem lesz teljes akkor. Persze ez időszakos, utána, ahogy az kiürül, az visszaáll, ameddig nem eszük újra. Egyébként egyre jobban szofisztikálódik a méreggyártás is. Alapvetően a fő bűnük, ahogy én látom azt, hogy egy anyagnak megnézik a hatását esetleg egy patkányon, de amikor egy élelmiszerben nem tudom elolvasni, hogy 54 féle dolog van a szín, íz, állagjavító, stb., azoknak a úgynevezett kereszthatását soha az életben senki nem vizsgálta. Igen, ezt nem ismerik vizsgálni, nagyon keveset tudunk a kereszthatásokról, sőt a hatásokról sem tudunk még mindig mindent, mert akkor még jobban megijednénk, hogyha tudnánk, de a kereszthatások azok még súlyosabbak lehetnek valószínűleg, és minden hosszú távon számít. Említetted, hogy a legnagyobb célpont a gyerekeinknek a támadása, ugye? Mi csak úgy tudunk nekik példát mutatni, ha mi nem olyan vackokat eszünk. Igen, egyáltalán nem mindegy, hogy egy már kialakult egészséges felnőtt szervezet kezd el így étkezni, vagy pedig egy fejlődésben lévő szervezet így nő fel. Mert neki, a felnőttnek megvannak az alapjai, igen. Ha esetleg korábban 20 évig még normális táplálékot evett, de mi van azzal a picivel, akit legjobban szeretünk, igen. És onnantól fogva, hogy nincs az édesanyának anyateje, ezt a rengeteg csúnyaságot kapja. Igen, hát először is azt a tévhitet kellene eloszlatni, hogy ma már nem elég az, hogy eszünk egy kis zöldséget, gyümölcsöt, és akkor azt hiszük, hogy megvan a napi ásványi anyag és vitaminbevételünk. Ez már úgy 20-30 éve nem igaz. Ezt is tőled hallottam, hogy ha megeszek ma egy almát, hogy abban mennyi vitamin ásványi anyag van, miben hasonlít ez mondjuk egy 30 évvel elfogyasztott almához képest? 80 vagy még több százalékkal kevesebb benne a vitamintartalom. És ez azért van, mert a földek is már táplálják, kiegészítőkre tartanak igényt? Igen, hát le vannak zsarolva a földek, a műtrágyák, a sok szennyezés.
nem egészséges már a talaj sem. Én csak azt látom, hogy egyre fiatalabb korosztályok tülekednek az orvosi rendelő előtt, és mivel a kereszthatásokat nem ismerik az orvosok, mert honnan ismerni, éppen ezért olyan újfajta komplex betegségek jelentkeznek, amire szinte semmiféle választ nem tudnak. Igen, hát az egészségünknek a második számú ellensége a táplálkozás után az a patika, szerintem. Mert ha valami baja van az embereknek, akkor gyors hatást akarnak elérni, azt a gyógyszer adja meg. Ugye, ha természetes gyógymódokhoz nyúlunk, az nem mindig annyira gyors, az egy folyamat, ugyanaz eredmény tartós marad, tehát mindenképpen az az igazi, de a gyógyszer tud tartósan, vagyis nem tartósan, hanem hirtelen javítani azon az állapoton, amit szeretnénk, de mellékhatások árán. Nem vagyok a gyógyszergyárak nagy barátja, de azért, hogyha megnézel egy amerikai populációt, ahol a hölgyek általában nem a sportos élet mellett tekszik le a voksot, és megnézed ugyanezt az amerikai fiú ifjúságot, ahol viszont kőkeményen katonákat ugye gyártanak 100 000 számra, és azok a fiúk, akik minden nap szét vannak hajtva fizikailag, ezeket a méreganyagokat is sokkal jobban kiürítik. Most arról ne beszélj megint, hogy a sportolóknál a hirtelen halál úgy szintén... Igen, ez már a savasítás, lugosítás témakörébe tartozik, majd ott érdemes erről beszélni. Igen, csak azt szerettem volna kikedni, hogy a gyógyszergyár az a fő motivátor, amiért ezt a rengeteg csúnyaságot teszünk, mert nekik folyamatosan kuncsatot kell képezni. De viszont, aki viszont rendszeresen mozog, de kőkeményen mozog, minden nap eléri ezt a kardió mozgást, ami azt jelenti, hogy 5-10 percig a szíve folyamatosan át... Testmozgás mindenképpen kell. Mert nálam ő a kettes, ugye, és mondtad, hogy ebben nem fogunk egyetérteni. Tehát a gyógyszergyár az már mindennek a koronája egyébként, de a kettes számú nálam a rendszeres mozgás feltétlenül fontos. Hát az ugye nem ellenség, hanem a mozgás hiány az ellenség. Egyre többen végzünk ülő munkát, nem mozgunk, amikor már végeztünk a munkával, akkor fáradtak vagyunk. Nagyon nehéz beiktatni a napi rendbe, de valamennyit mindenképpen be kellene. És akkor az utolsó pár előre fuss, mert ugye abban is megegyeztünk már többször, hogy az egészség első számú közellensége maga a stressz, igaz? Igen. Most a stressz ide a harmadik helyre soroltuk, de ha viszont megnézzük az elhalálozási arányokat, akkor a stressz általában mindig a number van, az első, aminek... Hát most azt mondtuk, hogy az első számú közellenség a táplálkozás, de tulajdonképpen, ha nem lenne semmi stressz az életünkben, csak úgy táplálkoznánk, ahogy az is egy stresszt jelent a szervezet számára. És akkor ehhez még hozzájön az megélhetéshez szükséges stressz, ami azzal jár, hogy talpon maradjunk. Ugye azt kell látni, hogy ezt is már egyre többen foglalkoznak a B-lagy szindrómával. Uh-huh. Tehát annyi idegszál köti össze az agyat és az emésztőrendszert, hogy az ott zajlódó feszültségek, problémák, azok ugyanúgy megjelennek gondolatszinten benned, és attól is már feszült vagy. Nem tudod, mi bajod van, hogy a gluténtől, a sok cukortól, sukorcoktól, csak így remegsz egész nap, és a legkisebb ilyen megbökésre, egy ilyen lavin effektussal jön az allergia, erről is egyszer már nagyon sokat fogunk beszélgetni, de valahol a utolsó pár előre fuss, igaz, hogy az élelmiszertől van nagyon sok stressz, de a stressz még jobban felerősíti a rossz élelmiszereknek a hatását. Hát ezek összeadódnak, igen, tehát a stressz hatások sem mindegy, hogy mennyit kapunk, és milyen mennyi ideig vagyunk ennek kitéve. Jó, itt van egy egészségtudatos, felelősséggel rendelkező, tudással rendelkező természetgyógyász, fitoterapeuta, aki nem árulja el a korát, de 10 év múlva is így fog kinézni, mert régóta ismerlek, és látom azt, hogy nem csak beszélsz, hanem úgy is élsz, hogy te ebben a világban, hogyha nem tudsz otthon éppen biopiacon vagy zöldséget, gyümölcsből bármit csinálni, akkor milyen táplálékhoz tudsz fordulni? Mindenképp azt mondom, hogy fel kell deríteni az áruházakban is, hogy mi az, amit meg lehet vásárolni. Mindegyiknek meg kell nézni az összetételét, körülbelül képet kapni, hogy mi az, amit mindenképp ki kellene kerülni. Megkeresni a természetes forrásokat, és az én tapasztalatom az, hogy nem tudok egy helyre bemenni és ott bevásárolni, mert itt ezt lehet megvenni, ott azt lehet megvenni, amúgy meg azt lehet megvenni, úgyhogy itt szép lassan össze lehet rakni egy készletet, amihez hozzá lehet aztán nyúlni. Azért azt is mondd el, hogy te több drogéria márknak a réme vagy, mert ott vagy a jó kis szemeddel, és ugye nagyon apró betűseket is át szoktad nézni, igen. És amikor odalépnek hozzád pont annak a terméknek az eladója, akkor milyen beszélgetéseket szoktál folytatni?
Hát meg szoktam kérdezni egy-két dolgot. Na, durvát kérjük, durvát kérjük. Múltkor is valami rá akartak beszélni, és akkor elmagyaráztad nekik, hogy mi van. Gyereksampont néztem, és mondták, hogy az könyvmentes, és mondtam, hogy tudom, hogy könyvmentes a fájdalomcsillapítótól. Tehát belerakják azt, amitől csípne a szem, de mindjárt elnyomják egy... Ez ugyanolyan, mint a gyógyszerek, tehát nem a problémát oldja meg, hanem a lámpát kitekeri a műszerfalból a tünetet. Igen, attól még ugyanott van a történet, igen. Jó, úton vagy, elég sok előadást tartasz, munkahelyen, nem feltétlenül a gyors ételeket eszed meg. Az a lényeg szerintem, hogy az ásványanyag és vitaminraktárak mindenképpen fel legyenek töltve méghozzá természetes forrásból, mert akkor bármilyen kihívás ér minket, a szervezet fogja tudni, hogy mihez kell nyúlni, mit kell megmozgatni ahhoz, hogy fenntartsa az egészséget, az egyensúlyt. Ugye ez a kihívás ma, mert nagyon nehéz úgy táplálkozni, hogy ne legyen hiányunk semmiből. Ha megnézzük például a stresszt, akkor ugye kiürül a magnézium, ezt már sokan tudjuk, hogy talán az az első ásványi anyag, amiből hiány jelentkezik majd, és akkor már is több mint 300 enzim munkája gátolódva lesz, és akkor így elindul egyfajta következmény hullám. Azt is tudom róla, hogy nem vagy nagy pártfogója a multivitaminoknak, már pedig amelyek arra vonatkoznak, hogy szervetlen kötésben, szintetikus alapanyagon működő dolgok, akik igazából nem tudnak hasznosulni a szervezetben. Igen, honnan szednél le szerves kötési magnéziumot, meg kicsit térjünk már ki azt, hogy mi az, hogy szerves, meg szervetlen. Még a szintetikus vitaminokhoz kapcsolódóan elmondanám, úgy, hogy az egy dolog, hogy szintetikus a vitamin, de ott van még benne a sok minden anyag, amitől összeáll egy tablettává, vagy egy kapszulává esetleg. És akkor még ott vannak az édesítő anyagok, ami nagyrészt aszpartán, például a legtöbb gyerek vitaminban, amitől egyáltalán édes íze lesz. Tehát nem sok hasznunk van belőle, ha ezt fogyasztjuk. A természetes az mindenképpen az, amit a természet megalkotott, és ahhoz mi nem nyúltunk hozzá, mert az úgy tökéletes, ahogy van. Tehát vagy frissen tudjuk megenni, vagy pedig szárított formában is elérhető most már jó néhány fajtája ezeknek, a zöldségeknek, gyümölcsöknek, amiket az év minden napján tudunk fogyasztani, és kell is, mert ahogy mondtam, az a legfontosabb, hogy az ásványi anyag és vitaminraktárok fel legyenek töltve, hogy a szervezet maga tudjon gazdálkodni. Érdekes, amit mondod, és nem provokálni akarom a kedves nézőket ezzel a kis zöld cuccal, amit építiszom, de azért tudni kell, hogy nálunk egyelőre elég kevés olyan hely van, ahol frissen facsalt, búzafű lével oltatom a szomjamat, az agyamnak minden vitamint megadok, a zöld tele, mitől zöld egy levél, ugye? A magnéziumtól. Igen. Mert a természetben a zöld levélnek a szívében magnézium van, tehát ami méregzöld, abban biztos, hogy tele van magnéziummal, ami az összes enzimen meg a gyorsan forogjon az agyam című részt működteti. Ezzel szemben nekünk azért olyan sok élő búzafű forrásunk nincsen, te hogy oldod meg ezt a itókát? Ha éppen nem lehet hozzájutni a frisshez, akkor a szárítmányból elkészített az ugyanolyan jó. Hát ugye szárítmányból is sokféle van, egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket választjuk. Nagyon jó fokmérő az, hogyha a port, tehát a szárítmányt beletesszük egy pohárba, hozzáadunk vizet, hogyha annak a színe, íze és illata ugyanolyan, mint az eredeti, akkor biztosak lehetünk benne, hogy abban élő anyagok vannak. Tehát mi az élőnek a kritériuma még egyszer? Tehát, hogyha... A biológiailag aktív anyagok azok életben maradtak benne. Tehát nem lett kitéve hőkezelésnek, semmilyen eljáráson nem ment keresztül, ami ezeket megölte volna. Például a klorofil az ugye nagyon jól mutatná, hogyha a hőhatásnak lett volna kitéve a búzafű, akkor már rég sárga lenne. Uh-huh. És akkor az azt jelenti, hogy már egy olyan kötésbe megy át például a magnézium, ami a számunkra nem felismerhető. Igen. Igen. Tehát akkor legyen méregzöld. Igen, és hát itt is egy probléma, amit most mondtál, hogyha csak sült és főtt ételeket eszünk. Most várj, a tévénézők között nagyon sok kedves nézőnk van, aki a sörfogyasztására esküszik. Akkor mi volt ez a szóbotlás? Sült. Sült, nem sült. Ha sült és főtt ételeket eszünk többségében, vagy csak azt, akkor nem viszünk be élő anyagokat a szervezetünkbe, csak olyanokat, amik már felbomlottak, és nem tudjuk őket hasznosítani. Én erre csak egyet tudok mondani, hogyha megnézem azokat a népcsoportokat, akiknek a táplálkozásuk 70-80%-ban friss zöldséggyümölcs, azok a örök ifjak, gyönyörű, szép, feszes a bőrük, az állandó zsír, hús, sütés, egyrészt ugye a vikingek elég agresszívek voltak az állandó húsevéstől, az összes harcos népnek ez kell, viszont hosszú távon az örök fiatalság titkát nem tudják hordozni magukkal. Nem, de ez nem jelenti azt, hogy aki csak növényeket eszik, az életképtelen, tehát nincs benne az egészséges agresszió, hanem éppen ő benne van az egészséges. Hát nézd meg egy feldühödött gorillát, aki az egyik legprominensebb zöldfogyasztó. Pedig csak banánt eszik, vagy növényeket. Hát eszik az sok mindent, de nézd meg a zsiráfot, vagy az elefántot. Hát igen, növényi fehérjéből is lehet izomzatot építeni. Igen.
Hát ha még ráadásul tudnánk, hogy sajnos a Párizsiben meg semmiféle fehérje nincsen, állati fehérjét szeretném magunkba venni, és csak habár a kollagén szempontjából, ugye, mert bőrt szafatokból építik. Talán fitoösztrogének is vannak, és akkor lehet nőiesedni. Na, a fitoösztrogénekről is egy adást egyszer, de most, hogy földobtad a labdát, üzd le, légy szíves, az ösztrogének azok hormonok. Igen. Hogy kell érteni a fitoösztrogént, és milyen hatással van ez az emberekre? A fitoösztrogén az a növényi hormon, a legkisebb gond talán azzal van egyébként a növényi hormonnal, mert vannak vegyi anyagok, amik hormonszerű hatásokat, ösztrogénszerű hatásokat okoznak a testbe, amivel megint akkor van baj, ha évekig fennállnak. Tehát, hogy azt kell látni azért, hogy elmegyünk egy esti buliba, és ott megiszunk valamit egyszer-egyszer, az nem az, hogy most egy életre tönkretettük magunkat, hanem itt is a mennyiség és a hozzászokás. Igen. A dolog. Igen. Aki este 9-kor nem az ágyba viszi a gyerekét fürdetni, hanem beviszi a gyors étterembe, és akkor ott a teti, az mekkora szülő. Szóval itt van mindig a szülőnek a felelőssége és a példája. Igen, hát a legerősebb példa az a saját példánk, amit mutatunk. Mm-hmm. Na most jön a privát kérdés, de ezt ugye sose tehetem föl, mert nem akarsz válaszolni. De én nagyon jól tudom, hogy nálad egy bűntudattal megy be egy hamburger a gyereknek, habár viszont akármilyen jó kis gyerekeink vannak, az osztálytársai, a szomszédjai, azok ugyanúgy akarják. Nálunk van egy egyezség, hogy amikor olyan helyen van születésnap, ahol lehet hamburgert tenni, akkor eszik az én fiam is hamburger, de egyébként máskor nem járunk oda. Mert nem viszi rá a lelke, hogy az anyjának elmondja. Kedves nézőink, elég érdekes beszélgetést folytattunk. Nem volt más célunk ezzel, hogy felkeltsük az érdeklődéseteket, és hogyha elmentek egy élelmiszerboltba, ha nem osztanak nagyítót, akkor vigyetek magatokkal is az apró betűs részeket. Ha már úgyse kaptok olyan ételt, amiben nincsenek hozzáadott adalékanyagok, legalább olyat vegyetek, amiben minél kevesebb van. Ez egy opportunizmus, hogyha belegondolsz, de azért én láttam már, hogy 56 féle volt, egyetlen egy készítményre. Igen. Mi lehetett abba egyébként, ami rá volt írva? Természetes dolog, valószínűleg semmi nem volt benne. Hát mindenképpen oda kell figyelni, és nagyon fontos, hogy együnk élő ételeket. Mi érdekes dolog, hogyha egy természetes gyógynövényre ki mered jelenteni, hogy annak a 5000 év óta ismert gyógyhatását elmondod, azért ma, mai törvények szerint itt és most büntetés jár, majdnem lelőnek. Ugyanakkor, hogyha természetellenes, mesterséges anyagok komplexét belerakod egy élelmiszerbe, akkor te vagy a hiteles és jól menő vállalkozó, aki milliárdokat igen, el tud költeni. Igen, és hát a gyógyszergyárak megfinanszírozzák a tanulmányokat, amiket ki tudja, hogy mennyire hiteles módon állítanak elő, hogy X gyógyszer, ez erre és erre jó. De mondjuk egy kamillára, amit több ezer éve ismernek az emberek, és gyógyulnak vele, senki nem költi el azokat a milliókat, hogy bebizonyítsuk azt, amit amúgy is tudunk róla. De ez érdekes, amit Viki mond, még ezt egy gondolatig megfuttatjuk. Ha ma egy úgynevezett studyt el kell készíteni egy gyógyszerre, ami arról szól, hogy mit tudom én, 50-100 ember hónapokon keresztül több intézetben, orvosi szuperbizottság elállítja róla, hogy 100 millió dollárért, hogy ez is ezt csinálja, és ugyanakkor tőlünk, aki például egy kamillát szeretnénk, mint természetgyógyászként a piacra vinni, én nem mondhatom el róla, hogy a kamilla mit csinál már 5000 év óta, mert nincs róla egy 100 millió dollár, ez stadium, ami csak a gyógyszergyár tud megfinanszírozni. Hogyha pedig mégis elmondod, akkor meg lehet érte büntetést fizetni. Akkor én még ilyenről nem is hallottam. Tényleg, ha a gyógynövényről elmondod. Tudjátok, mi a legborzasztóbb ebben, hogy Magyarországon ez nem mindig volt így? Tehát Magyarország az ősi gyógynövényes hagyományait füves emberek, füves asszonyok, unokái léteznek még ma is, és mióta az EU-ba beléptünk, ez is sajnálatos módon a gyógyszergyárak privilégiuma lett, hogy ők csak azt mondhatod el a gyógynövényekről, amit ők állítanak, ők meg azt állítják, hogy csak gyógyszer van, meg élelmiszer, és minden más ezen kívül nem létezik. Igen. Na jó, hát most nem buslakodunk ezen, nagyon remélem, hogy fog változni, és akkor fog változni, hogyha a kedves néző veszi a fáradtságot, és megnézi, mit vesz a szájába. Mert hogy minden korty, italér, minden falat kajáért felelősséget kell, kedves néző, vállalni, mert senki nem fog helyetted odafigyelni az egészségedre, mert a megőrzött egészség a legyőzött betegség, ez egy régi mondás, de így igaz. Viki, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és meg tudtuk ezt beszélni. Hogyha vannak kérdések, akkor ezt juttassátok el hozzánk, és akkor ezeket a következő hónapokban megbeszéljük. Meg egyszer ősszel már azt tervezzük, hogy havonta egyszer nyílt beszélgetéseket folytatunk telefonon keresztül, és akkor közvetlenül tudtok nekünk kérdéseket feltenni. Kedves nézők, önök Viva Natura vagy Vivát Natura egészségbefektető műsorunkat látták. Kedves vendégem Partl Viktória természetgyógyász fitoterapeuta volt.
köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!